Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100.000 forintot, akkor nincsen más teendőd, mint sem feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Róbert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100.000 feliratkozónál sorsolás. Mindenkinek sok szerencsét! Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Mit is jelenthetne a péntek este, hogyha nem horror videót, és azon belül is most 2 rövid horrorral készültem nektek. Nagyon remélem, hogy örültök neki, szerintem minimum ez 2 lájkot megérdemelne ezen a videón. Szóval mindenféleképpen feljétek szét azt a like gombot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de mindenki készüljön fel, és akkor bele is kezdhetünk. Az első horrorunknak az a címe, hogy a mumus. Már ez is bíztató, mit ne mondjak. Ráadásul ilyen nagyon amatőr flash-e van. Ja, hogy nem is? Hát először full úgy tűnt, minthogyha a csajszi vlogolna, és magának rögzítene ezt a felvételt, közben pedig ő egy bemondó, és most mondja be, hogy egy sorozatgyilkos ólálkodik az utcákon, aki a mumus nevet kapta. És most? Telibe mögötte van, és élő adásban végzett vele? Nem szeretnék aludni menni, ugyanis el fog engem kapni a mumus. A mumus nem létezik, menjél csak aludni. Hát de most kapta el a riportert is. Bár lehetséges, hogy a kisrác valami horrort nézett. Nem pedig a híradót. Aha, nem pedig a híradót, közben pedig... most kapja az értesítést a csajszi a telójára, hogy mindenki zárkozzon be, ugyanis egy rettentően veszélyes sorozatgyilkos kiszabadult a helyi kórházból. Csukjátok be az ajtókat, illetve az ablakokat. Kérlek, mondd azt, hogy nem jutott már be a házatokba. De amúgy azt vágjátok, hogy ezek az értesítések full relax szoktak lenni, és Amerikában tényleg van ilyen, hogyha mondjuk tornádó van, vagy bármi, akkor a helyiek megkapják a telójukra, hogy legyenek extra óvatosak. Magyarországon ilyet én még életemben nem láttam amúgy. De aztán ki tudja, lehet, hogy itt is van, a komment szekcióban mindenféleképpen írjátok le. A csávó azért kiáltott, mert a mumus a szekrényében van. Léci, mondjátok azt, hogy a kisrácnak az apukája csupán ott hagyta a bakancsát, és nem pedig a mumus lesz ott. Csajszi, nagyon vigyázz magadra! És hogy remeg a keze? Ilyen szituációban nagyon nem vicces ilyennel viccelni, kisrác. De ő egyáltalán nem fogja fel a helyzet súlyosságát. Ha, nagyon vicces voltál. Menjél most már aludni. Most még csupán viccelődtek ezzel, de hamarosan ez a vicc valósággá fog válni. Mennyire kellemes lehet, hogyha egy ilyen gyereknek vagy a babysittere. A mumus az ágyam alatt van. Komolyan mondom, kérlek megnéznéd. Tuti, hogy most is csupán prankeli a babysitterét. Fú, te! Miért vannak ilyen jumpscare-ek? És igazából semmi sem lesz az ágy alatt, de ez azért rossz, mivel hogyha tényleg ott lesz majd a mumus, akkor a babysittere már nem fog hinni neki, mivel már teljesen eljátszotta a bizalmát. Bár, hogyha egy nagyon veszélyes sorozatgyilkos ott lenne, akkor nem hinném, hogy a babysitter meg tudná őt védeni. Ugyanis végezne mindkettőjükkel. Tuti, hogy már ott van a mumus a szobájában igazából. Aha! Annyira tudtam! És olyan egyértelmű volt! A kisrác akkor már szerintem nem él.
De mégis hogy jutott be a házba? Ja, hogy nyitva maradt az ablak és erre nem figyeltek. És mindjárt láthatnánk, ahogy viszi el a kisrácot, és láthatjuk is. Egy dolgod lett volna, hogy figyelj a gyerekre, és védd meg. De ez nem jött össze. Tudom, hogy baromira nehéz, de próbáljunk meg pozitívan állni ehhez az egészhez. Legalább a babysittert nem rabolt el a mumus. De hát sajnálatos módon a kisrácot igen, és ki tudja, hogy mégis milyen szörnyűséget fog vele művelni. Jobb ebben nem belegondolni, de ne aggódjunk, ez csupán egy horror. És ilyen a valóságban nincsen. Remélhetőleg. Na de jöjjön is akkor az utolsó kisfilmünk, amelynek az a címe, hogy maradj távol. Na de mégis mitől, meg honnan? Íde szuper! Ők ketten nagyon is eltévedtek. Ráadásul még térerejük sincsen. De legalább kettesben vannak, és majd meg fogják védeni egymást. Bízunk benne. De a csávó azért... próbál higgadt maradni. Meg úgy csinálni, mintha nem lennének eltévedve, hogy bízd csak ide, asszony. Ott is van a tábla, hogy belépni tilos. És maradj távol ettől a helytől. Most már csak az a kérdés, hogy mi lehet ott, amelytől távol kéne maradnunk. Olyan rossz úgy nézni ezt, hogy tisztában vagyunk vele, hogy hamarosan... már nem fognak ők élni. Valami pataknál kell arrébb menniük a másik irányba, és most a csávot hagyja a csajszit, mivel hallott vízcsobogás hangot. Hát most már nem kettesben vannak, hanem szétváltak. Ennél rosszabb dolgot nem is tehettek volna. El is nasizgatott. Most még legalább tud. És élet. Ben van! Mondd azt, hogy a barátodnak a cipője az. Nagyon nem. Ez magánterület. Elnézést, de eltévedtünk. Amint visszatér a barátom, mi el is tűnünk innen. Szerintem nem ettől a kék ruhás fazontól kéne tartanunk. Ő a mi oldalunkon lehet. Hallunk is valami recsenést, és tolja is, hogy itt van. De mégis ki? Tűnj innen most! Azért eléggé para az, amikor egy nagy darab férfi is ennyire tart ettől a valakitől, aki itt van az erdőben. Baby, hol vagy? Hát, már nem az élők sorában. Chaisi, a barátod járulékos veszteség volt. Fuss, és mesd a bőrödet, ameddig teheted. De ő ilyen romantikus alkat, és egyszerre szeretne meghalni. A barátjával! Hú, de nagy szerencse, hogy még él. El kell tűnnünk innen. Most egy altató lövedékkel eltalálták. Aha, Chaisi. Sohasem jó taktika az, hogy teljesen ledermesz és szobornak tetteted magadat. Annak reményében, hogy nem vesz észre. Köszönöm szépen, hogy elkezdtél futni. Íí, én ezt nem akarom látni. De tudja, hogy nem ölte meg. Ha meghalt volna, nem így nézett volna ki. Szerintem az tényleg csak egy altató lövedék lehetett, amely instant kiütötte. Jó taktika az, hogy elbújsz egy fa mögé? Miért nem futsz tovább? Az emberünknek ott is van az újabb nyila. Kérlek szépen, menekülj már.
Hát tudja, hogy ott vagy, és nem véletlenül lőtt arra fele. Na köszönöm, tűnj onnan! Aha! De valami démon a pali? Hát az előbb még full máshol volt. Hogy jelent meg? Ilyen hamar ott. De mintha ugyanazzal. A nyillal. Lőné le őt is? Ez ennyire durva, hogy ilyen hamar egy lövedékkel végez az emberekkel. Vagy telibe szíven lőhette. Erre én egyáltalán nem számítottam, hogy ott meg fog ilyen hirtelen jelenni, de hát ezért jók ezek a horrorok, mivel tele vannak váratlan fordulatokkal. Ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy bejött nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, az új, illetve a gameplay csatornámmal is, oda is iratkozzatok fel, kérlek. Ha valaki pedig a csengőt még nem nyomta volna be, akkor mégis mire vár, amikor elvileg értesülni fog a legeslegújabb videóimról, ha megteszi. Én köszönöm szépen a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!